Pedig már nem voltunk messze. És egy laza sztoriba belekeveredtünk Gilbertóval, melynek a végén apró kis autókázásba átcsapott a fiatalember, és hát az apró kis autókázást nem szíveli jól a mély homok. Mondja el a maga álláspontját, kedves. Az igazság az, hogy mentünk, és megjelent előttem egy fekvő teve. És gondolkodtam, hogy jobbról vagy balról kerüljem, de aztán a teve is fölállt, és jobbra és balra ment, és meg kellett állnom. Értitek, hogy ez mekkora bullshit? Arról az, hogy a srác azt gondolta, hogy ez olyan, ez a terepen történő vezetés, mint hogyha az Andrássy úton kávéval a kezébe jönne-menne. És ezért sikerült, és már tényleg nincs messze a vége, sikerült itt elásni, és ez a kiváló fiatalember megment minket. Hát igen, ez az, amikor a sámán átadja Gilbertónak. De szeretjük, így tanul meg a srác egyre ügyesebben vezetni, úgyhogy teher alatt nő a pálma. Igazán van, Cimbi? Gilbert, ha elindultál, kicsit húz balra, és ha elindultál, végig teljes gázzal menjél ki. Azaz! Gyerünk és nyomjad! Menj végig! Nyomjad! Jó, állj! Jó volt! Azzal kéne menned, Mare! Csak hogy egy bolond százat csinál, azok is beakadtak. Így mulattak az urak. Jól érzi magát, kedves uram? Kicsit szólnék, hogy gyorsabb. Tevék a háttérben. Tovarobognak második neki futáspró. Jön most. Jó ilyen. Megkapaszkodós történet. Hát itt van már rutin, úgy látom. Nem ez az első eset. Ó, egész szép kis sor alakult ki mögöttünk.